2011. június 19-én, vasárnap, jobb a kategória döntőjében gyakorlatilag Kovács Szabolcs, illetve Sklenárik György. Ez egy ilyen faramúci döntő, mert igazándiból a másik ágon Ronyec János jutott a döntőbe, azonban neki el kellett mennie egy gerinc sérülés miatt, már nem tudja a következő mérkőzését vállalni. Így beszélhetek arról, hogy aki ezt a mérkőzést megnyeri, arra a döntőben egy feladott mérkőzés vár gyakorlatilag. Ennek a mérkőzésnek a harmadik helyezettje pedig, ennek a mérkőzésnek a vesztese pedig a harmadik helyet kell még, hogy játszom. Szabolcs elég nehéz úton jutott a döntőbe. Erdős Györgyöt kellett megvernie. Itt 6-2 arányban múlt felül. Nagyon szép eredmény. Sklenárik Gyuri pedig Rejk Pétert búcsúztatta 7-5-re. 7-5-ös eredménnyel. Döntőben az állás most 1-0 Kovács Szabolcs részére. Kívül egyensúlyozott a csata. Kettősibával 1-1 az eredmény. Ez nagy ajándék Sklenárik Gyuri részére. Videó.